Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, és egy újabb résszel jövök itt a Gamer Sulival kapcsolatban. Tök durván be akartam menni a Bikás Parkba, hogy én majd ott csinálok ilyen különböző felvételeket, nyugiba, csendbe, és így mire odaértem, láttam, hogy egy 1000 munkás és egy csomó kisgyerek üvöltve mondja azt, hogy úgyhogy azt gondoltam, hogy akkor ezt így lehet, hogy rippeljük, és míg oda sétálok a Suliba, addig pár szót beszélünk. Reggel van az a helyzet, úgyhogy aki azt látja, hogy kómás a fejem, azt jól látja, mert tényleg kómás a fejem. Szóval a lényeg az, hogy ugye volt egy csulis videó, ami kiment nem olyan régen a csatornára, kb. Egy hónapja. Az most megnéztétek 80 ezeren, és több mint 4000, legalábbis legutoljára, amikor néztem, 4000 like-nál is több volt rajta. Szóval nagyon durva érdeklődés van iránta, amit egyébként abszolút megértek. Na mindegy, ezzel kapcsolatban szerettem volna pár gondolatot megejteni. Ugyanis nagyon-nagyon sok olyan komment érkezett a videó alá, ami azt szűri le, hogy nem igazán vagytok képbe azzal, illetve legalábbis nagyon sokan nincsenek képbe azzal, vagy csak végig kéne nézni a videót, hogy mi is történik ebben az iskolában. Nagyon sokan írtátok azt, hogy ebbe az iskolában olyan emberek járnak, akik életképtelenek lesznek, akiknek csak a játék az életük, akik nem tudom én, megállok, mert ott vannak. Szóval akiknek ez az életük, és hát erre muszáj vagyok reagálni. Ebben az iskolában a srácok kétfajta diák jár. Az egyik, aki élsportoló, tehát akinek nem fér bele az, hogy az állami iskolában 8-9 órákat legyen benne a suliba, mert edzésekre kell járnia. Ezért ugye itt ebben az iskolában, ebben a gamer iskolában 4 órás tanítási órák vannak. Magyarán be tud menni reggel edzésre, el tud menni iskolába, és utána el tud menni délután is edzésre. Jó? A másik nagyon-nagyon fontos, az pedig az e-sportoló névre keresztelt diák, aki igazából nem feltétlenül játékos lesz. Ezt szeretném, hogyha megértenétek, hiszen az e-sport részén nem csak játékot tanítanak a srácok, vagy tanítanak a tanárok, hanem nagyon sok mást is. Lehetsz igazából az e-sporttal kapcsolatban mondjuk menedzser, lehet szervező, tehát lehet 1000 millió dolog, nem azt tanítják meg neked, hogy te éppen ezzel a játékkal hogyan játsz, hogyan dobják gránátot, ezt is, de nem ez a fő cél. A fő cél az, hogy egy olyan teljes dolgot kapj, amit a későbbiekben tudsz kamatoztatni, és nem feltétlenül abban a játékban, amelyikben éppen te most játszol, mert a játékok azért kifutnak, legyünk őszinték. Tehát mit tudom én, itt volt mondjuk a League of Legends, azért megy már 5-6-7 éve, és azért kezd így kifutóba lenni. Akkor nézzük meg, mit tudom én, a Clash Royale. Tehát mondjuk a 2 évvel ezelőtt nyit valaki egy iskolát, akkor tudja, hogy a Clash Royale az alaptantárgy benne, mert egyszerűen annyian Clash Royale-oztak, és most már látod, hogy senki nem Clash Royale-ozik. Az e-sport képzésnek egy olyan képzésnek kell lennie, és egy olyan képzés is, ami nyilván fókuszál az adott játékra, és segíti a te fejlődésedet elég durván, viszont felkészít arra, hogy mi van akkor, hogyha jön egy másik játék, amivel neked ugyanúgy foglalkoznod. Tehát azt is megtanulod, hogy lehet hasznosan eltölteni a játékos időidet. Tehát, hogy mik az olyan dolgok, amiket másképp ugye nem tudsz megtanulni, hiszen segítség kell, hiszen mindig jobb egy jobbtól tanulni. Sokan írtátok azt, hogy ti ezt otthon meg tudjátok tanulni, mert hogy semmiből nem áll, csak játék. Nem tudjátok otthon megtanulni. Tehát nincs az, aki ott áll mögötted, és mondja azt, hogy figyelj neked ezt, meg erre kéne figyelned, hogy csak nem vagy valami őbe brutál, hogy magaddal ezt meg tudod beszélni. De nagyon sokan nem tudják ezt magukkal megbeszélni, és nagyon sokan nem képesek arra, hogy bizonyos dolgoknak mondjuk utána járjanak például, vagy csak gyakoroljanak. Ezért az iskola ad egy olyan felületet, vagy egy olyan, hát nem tudom, helyet, ahol ezeket biztosítva vannak, és számon is van kérve. Tehát nagyon-nagyon sokan például most a Fortnite-nál építeni tanulnak, és csak építenek. Tehát nem csinálnak más, csak építenek, mert ez kell a játékhoz. Tehát nagyon profi meg kell tanulnod építeni. De ez is egy másik dolog, hogy nem csak Fortnite van, hanem van CS:GO, van LOL, van PUBG, és remélhetőleg még talán, hogyha bejön az új kod, akkor még kod is lesz. Szóval a lényeg a komplexitáson van, nem az, hogy te most egy játékos droidként leszel kezelve és nevelve, mert ez nem jó megközelítés. Szóval szeretném, hogy ezeket megértenétek. Na mindegy, a mai téma, csak muszáj voltam erre kitérni egy picit, ne haragudjatok, mert annyi olyan balgaság volt ott, amit egyszer nem tudtam hova tenni, muszáj volt erről beszélni. Szóval a lényeg, amiért a videót most megcsináljuk, az, hogy be fogok menni most a suliba, ismételten, talán nem is tudják, hogy jövök egyébként, és fogunk csinálni különböző diákokkal videót,
Illetve olyan videókat, amikről mondjuk egy kicsit ilyen vélemény, hogy hogy érzi a suliba itt magát, ő szerint mibe fejlődött a legtöbbet, milyen a közösség. Tehát így egy picit megpróbálok elbeszélgetni egy diák csoporttal, remélhetőleg össze tudok szedni mondjuk 4-5-6 diákot, és akkor egy kicsit így megpróbáljuk őket közelebbről megismerni. Illetve nagyon fontos, hogyha szeretnétek következő részt, akkor írjatok a kommentbe értelmes kérdéseket, amiket mondjuk fölteszek ezeknek a srácoknak, és ők nagyon szívesen megválaszolják. Tehát mit tudom én, milyen a suli, vagy nem tudom, igazából rátok van bízva. Jó, tehát hangsúlyozom, értelmes kérdéseket fogunk tudni csak prezentálni a srácok felé. Jó, ezt így nem győzöm még egyszer elmondani. Na, itt vagyok már a Keveház utcánál egyébként. Múltkor rosszul mondtam a videóban, nem Keve utca, hanem Keveháza utca. Már érthető, hogy én miért szoktam ilyen gyakran eltévedni. Na mindegy, bemegyünk a Keveháza utcába, megnézzük a gamer sulit, fölcsattanunk, és megijesztjük a srácokat. Jövök! Csekány! Igyekeztem nektek olyan srácokat kiszedni innen gyorsan így a suliból, csak így egy-kettőt megmarkolni, aki még itt volt, és gyorsan elkapni őket. Minden korosztályban vannak itt fiatalabbak, vannak itt idősebbek, vannak itt magasabbak, vannak itt alacsonyabbak, tehát igazából mindenhol vannak. A kérdés az tulajdonképpen hozzátok szólna, hogy így nem tudom, így valahogy így próbáljon meg csoportban dolgozni, hogy elsősorban nektek így a suliról, most már azért mindegyik költök ide jár egy ideje, hogy így a vélemény az mi a suliról, mondjuk. Kérdeznek téged például. Sorba. Jó, menjünk sorba. Hát nem kell egyesével végig, azért csak úgy néhány mondatot mindenki. Mondjuk a legfontosabb két dolgot emelje ki mondjuk mindenki a suliról. Jó? Én azért szeretek ide járni, mert itt mások tanulunk, nem úgy, mint a sima általános iskolákban, hanem olyan unalmas, hanem izgalmas, és itt mindig csoportban. Aha. És itt könnyű. A másik dolog azért, mert itt például a jövő sportja, meg például a jövő munkái, például a streamerség. Így van, abszolút támogatom. Igen, és akkor erre úgymond tanítanak minket az emberek. Jó, oké. Következő, mondjál két dolgot, ami miatt te szerinted ez a suli, ez jó. Hát, hogy nem úgy tanulunk, hogy levágnak elénk egy tankönyvet, tanár felfirkál 5 mondatot a tárlára, és akkor holnap 10 oldalas dolgozat, hanem rendesen a szánkba rágják, segítenek, elmagyarázzák. Érthetően tanítanak, és egyszerűen, de mégis tömören. Az e-sport, ami engem nagyon megfogott, amikor láttam az iskola hirdetését, akkor úgy gondoltam, hogy nekem ebben talán lehet jövőm. Aha. Tehát e-sportolni is szeretnél az látni, azért tanulsz is. Oké. Okay. Na Norbert, mesélj! Az e-sport miatt jöttem ide meg az alternat. Aktivitás, hogy ugye máshogy tanítanak. Aha. És ami nagyon tetszik még most is, hogy más az egész közösség, és a tanároknak a hozzáállása is más, és az iskola úgy épül fel, hogy a gyerekről veszi le a mintát, így van. És úgy alkot valamit, nem pedig rá akar erőltetni egyet, és nem sorozatgyártjuk a gyerekeket. Ez nagyon-nagyon fontos, srácok, hogy itt az oktatás általában úgy működik, hogy ilyen csoportokban vannak a srácok, tehát csoportokban tanulnak, és igyekszik a tanári kar mindig figyelembe venni az adott srácnak mondjuk a gyengeségeit, a képességét, és próbálnak olyan feladatokat adni, amivel mindenkinek van sikerélménye, és ezáltal sokkal jobban tudnak tanulni egyébként, és ez úgy néz ki, hogy ez be is vált. Na, még két mondatot! Én azért jöttem, mert ugye máshogy tanulunk, meg nagyon szimpatikusak a tanárok, amikor jöttünk a családi napra, akkor a Renáta szimpatikus volt, és nagyjából ezért választottunk meg az e-sport. Oké, okay. Na mesélj! Hát ugye engem is ugye a teljesen más a tanítási módszer, ugye ahogy Boti is mondta, meg Szma Krisz is, hogy izgalmasan tanítanak. Nem úgy kelsz fel és úgy mész a suliba, hogy iskola megint, hanem azért várod. Uh-huh. Azért szerintem mindenkinek úgy kedveljön be a suliba, és kedvel távozik. A másik meg, hogy a tanároknak is, hogy nem az számít, hogy puf, lerakod az érettségit, nyilván ez is, de hogy úgy menjen, hogy valaki vagy, és hogy abban segítenek, aki te szeretnél lenni. Igen. Szóval nem a matekot erőltetik hozzád meg mindent egyszerre, hanem főleg azzal foglalkoznak veled mondjuk, amit te szeretnél. Szóval te mondjuk jó
tök mindegy, jó prof, egy professzor szeretnél lenni, akkor mondjuk a többi tantárgyakat egy picit erre, és akkor a matekra jobban ráfogszunk, de ezt más iskolában én nem látom úgy, hogy ez így lenni. Jó. Oké, ez teljesen korrekt egyébként. Így a közösség szinten hogy álltok? Ugye, hogy itt azért egybe vagytok eresztve, elég sokat, hogy úgy megfértek egymással? Tehát, persze. Nem láttam még soha egyébként, hogy bárki bárkivel, nem tudom, rossz indulatlan viselkedett volna, vagy valami, de nyilván hülyeskedtek azért általában, de úgy alapvetőleg nincs azért ez a rossz indulat sehol szerintem, nem? Tehát akkor jól érzitek magatokat ebben az iskolában. Jó kis közösségben. Aha. De ha jól tudom, akkor te sportolsz is, ugye? Tehát te gokártozol? Igen. És ha jól tudom, akkor talán magyar bajnok is lettél most, ugye? Hát aminek külön gratulálunk egyébként. Köszönöm. Milyen volt egyébként? Hát még nem teljesen, de már úgy néz ki, hogy hát, nagyon. A pontrendszer szerint most már nagyjából megvan, ugye? Ha a következő versenyt megnyerem, akkor teljesen. Aha. És te a milyen korosztályban versenyzel? Hát a juniorban, ugye ugye ott úgy van, hogy nem a korosztály szerint, hanem kiló alapján. Szóval 45, hát úgy durván úgy 50 kilóig. Szóval hát akkor én nem tudnék a 100 kilómmal veled versenyezni. Nem, ugye az a lényeg, hogy meglegyen 45 kiló. Aha, 45 kiló meg vagyok. Akkor mehetek versenyezni? Hát úgy van, hogy 45 kiló felett és 13 éves kor alatt. Ja, na, aha, értem. És akkor utána a különböző korcsoportok van, tehát megvenned akkor... Van az 1-es kategória, 2-es kategória, 3-as kategória, és akkor így. Aha. Van 4-es is. 4-es is van. 5-ös? 5-es nincs. 6-os? Nincs. Lehet, hogy az 5-ös kimaradt és a 6-os. Jó, közületek van olyan, aki mondjuk komolyan gondolja azt, hogy mondjuk tegyük föl, most az e-sportról beszélgetünk, hogy e-sportoló lehetne lenni. Ha jól tudom, akkor itt most olyan srácokat válogattak ki benneteket, akik mindegyik ötök az e-sport részen van, ugye? Én programozó és e-sport. Te programozó és e-sport, aha. De ti mindannyian ugye e-sport. Te például, Botigán, te mivel foglalkozol az e-sporton belül? Az e-sporton belül Cségó. Tehát te Cségóval foglalkozol, és azt szeretnéd valamilyen úton, módon, hosszú távon alkalmazni. Na és te, Cimbora? Hát én Counter-Strike-ozok, PUBG-zok, Fortnite-ozok. Mi az, ami leginkább szimpatikusabb egyébként? Cségó. Te Cségó, te is? Aha. Aha, oké. Okay. Én Norbert. Lola szeretnék foglalkozni. Lola szeretnél foglalkozni, oké. Okay. Én Fortnite-tal szeretnél foglalkozni, és? Fortnite-tal szeretne. Tehát pont ez a jó egyébként, és ezt is el akartam nektek múltkor mondani, hogy nem csak Fortnite van ebben az iskolában, tehát nem csak Fortnite oktatás van. Az első év az gyakorlatilag arról szól mindenkinek, hogy minden játékon körbe mennek. Tehát játszanak a Fortnite-tal, játszanak a Cségóval, majd játszanak a PUBG-val, majd játszanak a LOL-nal, és utána egyébként a következő évben lesz az, hogy majd egy egységes képet kap mindenki arról, hogy mivel is szeretne foglalkozni, és utána fogják ezt majd tudni komolyabban venni a későbbiekben. Jó, én nektek nagyon szépen köszönöm, hogy ide tudtatok jönni ilyen gyorsban, és ide tudtak benneteket rángatni, és hát sok sikert kívánok mindegyikőtöknek majd. Mi köszönjük a részvételt. Ámen. Iratkozzatok fel. Szerintem a sexy videót se itt is lennék, srácok, hát érdekes volt egyébként. Tehát nagyon-nagyon sok emberrel beszéltem most, diákkal, hogy érzik magukat a suliba, hogy mit csinálnak, és azért itt kiderültek azok a dolgok, hogy amikről egyébként is számítani lehetett, hogy ezek a srácok nem csak azért vannak itt, hogy játszanak, hanem azért is, hogy megfelelően tudják képezni magukat, és ez mellett tanuljanak, mert nyilván egyébként ezeknek a srácoknak le kell érettségizni. Tehát akárhogy is nézzük, itt azért kell tanulni. Tehát nem abból áll az élet, hogy te fogod, idejössz és játszol, hanem azért megfelelően fel kell készülni bizonyos tantárgyakból is, hogy egyáltalán le tudjál érettségizni, ami nagyon-nagyon fontos a továbbtanulás szempontjából. A másik nagyon-nagyon fontos dolog, srácok, hogy utána jártam, vannak még helyek az iskolában, ugye az előző videóban volt róla szó, hogy kevesebb hely van, sikerült helyeket hozni még,
és lesznek még helyek, úgyhogy aki szeretné, és akit érdekel ez a tanítási módszer, illetve aki szeret, mit tudom én, e-sporttal foglalkozni, vagy programozással foglalkozni, az nyugodtan keresse meg ezt az iskolát, hiszen nagyon-nagyon jó kezekbe vagytok, és nagyon jó tanárok vannak itt, akik segítenek titeket egyébként nap mint nap. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a próbát mindenképpen megér. Lent lesz a komment szekcióban, nézzétek meg. Én pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, hogyha még szeretnétek hasonló tartalmakat, és mondjuk növeljük a like listet, ugye az előzőből kiindulva, legyen mondjuk most 1000 like, és jön a következő GameSU is lész. Addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek el, hogy Twitch-en minden nap délután 6 órától találkozunk élő adások formájában. Sziasztok!